Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A belső egyensúly megtartása nagyon fontos, kihat a szerelmi élet területére, de nem csak erre, hanem mindenütt. Ez a felvétel egy személyes jóslás mese számára. Kedves mese, üdvözöllek téged, ez a te videód, és ennél a felvételnél, ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy tudod megőrizni a belső nyugalmadat, hogy hat ki ez a szerelmi élet területére, és én is áttérek egy másik területre, mert utána elmondom azt, hogy az asztrológia szerint mi a kapcsolat, vagy milyen a kapcsolat kettőtök között az indiai számítás szerint. Ez a kép ott fent mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Itt látható a tűz eleme. Az jelenti az erődet, a bátorságodat, a lelkesedést, és itt lesz mozgás. Vedd kezedbe a dolgokat. Tekints olyan irányba, ami téged lelkesít. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép azt mutatja, ami téged gyengít. A négyes szám arra utal, hogy mire van szükséged, mi a kívánságod. Ez az anyagi biztonság, de nem csak az anyagiakra utal, hanem a párkapcsolatra is. Szükséged van a biztonság érzetére. A képen láthatjuk ezt a hölgyet, kezébe van minden, tehát megkapsz mindent az élettől, és higgy ebben. De amit ez a hölgy még mutat, ez a belső feszültség vagy szorongás, és nem tud elengedni semmit vagy senkit, mert fél attól, hogy elveszít valamit, amit tanulnia kell. Ő nem tud semmit elveszíteni, mert az értékek ott maradnak nála. Ül a kincses ládán, minden ott van, és ebben kell, hogy bízzon. Ha nálad megvan ez a bizalom, és hiszel abban, hogy mindent megkapsz az élettől, ami számodra értéket nyújt, akkor megvan ez a belső nyugalom, és át tudod tenni magad a feszültségeken, a bizonytalanságokon és a félelmeken. Most megtekintjük a következő kártyát. Amire még fontos odafigyelni, ezt mutatja ez a kártya bal oldalon. A hatos szám utal a múltra. A gyermekek is jelentik a gyermekkort, a gyermekkori emlékeket. A szép emlékeket meg kell, hogy őrizzük, ez ad számunkra erőt. És ami elszomorított bennünket a múltban, ott nem kell megállni, hanem gondoljunk a jelenre. Akkor ez elmúlik, ez a szomorúság. A gyermekeknél lehet természetesen gyermekekről is szó, azok adják az élet örömet számunkra, vagy szimbolizálnak egy új kezdetet, mégpedig a szerelmi élet területén, mert itt a kelyheknél érzelmekről van szó, és ebben bízhatsz. Most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen láthatunk egy királyt. Ez a király uralkodik a tűz eleme felett. Kimutatja az erejét, a bátorságát, a lelkesedést és a szenvedélyeket is.
Ez a férfi segít neked, ad számodra erőt. Ez a kártya mutathatja a te tartásodat is. Vedd kezedbe a dolgokat, intézz mindent bátran, higgy a magad erejében, és ha itt cselekvésről van szó, akkor ne csak az érzelmeidre hallgass, hanem az eszedre is. Mert ez egy férfias energia, és akkor így jobban tudod intézni a dolgokat. Az érzelmek azok a nőies energiára utalnak. Tulajdonképpen itt mindkettőről szó van. Arról is, hogy cselekedj, és mutat egy férfit is. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya mutatja azt, ami számodra erőt ad, ami téged erősít. A hetes szám a holddal áll összefüggésben, az mutatja a te reményeidet, a te álmaidat, és pontosan erre utal a kép is. A kelyhek mutatják az érzelmeket, és minden kehely egy álomra, egy vágyra, egy kívánságra utal. Ne hagyd üresen ezeket a kelyheket, hanem töltsd ki a te vágyaiddal, reményeiddel, álmaiddal. Ha te hiszel ebben, akkor ezek az álmok megvalósulnak. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép utal az erőre. De kétféle erő van. Az oroszlán jelenti azt, amit kifele kell mutatnod, védeni magadat. És a hölgy az utal a belső erődre. Bíz abban, amit te elképzelsz, az megvalósítható. Ez adja neked ezt a belső erőt, ezt a hitet. De kell, hogy megvédjed magad az életben, tehát oda kell figyelni, ez az erő, amit kifele mutatsz. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya mutatja a változásokat. Egy férfi belép az életedbe, és esküszik valamire. Valószínű arra, hogy szeret téged, és hihetsz a szavaiban. Amit még ez a kép mutat, ez a hited. Természetesen utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre, ami szintén erőt ad számodra. A következő kép mutatja az alapot, amire te építhetsz. Ez a kártya itt alul mutatja az alapokat. Erre építhetsz, ez ad számodra erőt. Itt kelyhekről van szó, és az szimbolizálja az érzelmeket. Te a saját érzelmeidre alapozhatsz. Ha félelmeid vannak, vagy bizonytalan vagy, akkor korlátozod saját magadat, mert a 9-es szám utal a korlátozásokra. Viszont ha hiszel abban, hogy azt, amit te tervezel, az megvalósul, és éled az álmaidat, akkor át tudod tenni magadat ezeken a korlátozásokon. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a mi énünket. Ha az életet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap közli veled, hogy itt te játszod a főszerepet. Az indiai számítás szerint a te napod az ikrek jegyében van. Ez a levegő eleméhez tartozik, és ez utal könnyűségre. Kell a szabadság érzete. Azon kívül a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt,
ami számodra szintén fontos. Itt mindig van mozgás. Te nagyon sok oldalú vagy, érdekelnek az újdonságok, és szívesen beszélsz másokkal. És megvan ez a fiatalos kisugárzásod, később is úgy lesz, hogy megmarad ez a fiatalos kisugárzás. Az ő napja az indiai számítás szerint az oroszlán jegyében van. A nap uralkodik az oroszlán jegye felett, az azt jelenti, hogy ő áll a középpontban, kell neki a megbecsülés, vagy az, hogy mások észrevegyék őt. Nála megvan a magabiztos fellépés. Nagyon öntudatos. Az oroszlán jegye a tűz eleméhez tartozik, és a levegő eleme és a tűz eleme harmóniában van. Megvan köztetek ez a jó vonzalom. Most megnézzük a hold állását. A hold szimbolizálja a belsőnket, az érzelmeinket, a vágyainkat, reményeinket és az álmokat is. Mindketten egy növekvő hold fázisban születtetek, és mindkettőtöknél a hold a mérleg jegyében van. Mindkettőtök számára fontos a nyugalom, ez a belső egyensúly. Azon kívül a könnyűség, mert a mérleg jegye az a levegő eleméhez tartozik. Amit még a mérleg jegye szimbolizál, az a párkapcsolat. Ez mindkettőtöknek nagyon fontos. De nehezen hoztok döntéseket, mert mindent mérlegeltek. És most áttérek a Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó szimbolizálja a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, minden, ami szép és kellemes, Vénusz bolygó hatása alatt áll. A horoszkópban mutatja a mi nőiességünket. Nálad Vénusz bolygó az indiai számítás szerint a rák jegyében van. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, tehát mély érzelmekről van szó. Mutatja az anyai érzelmeket is. Az ő horoszkópiában Vénusz bolygó mutatja az ő jó ízlését, vagy a művészi területeket, de azt is, mi az elképzelése, vagy mit vár el a társnőjétől. Nála Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, és nálad a nap szintén az ikrek jegyében van. Így van köztetek így egy kapcsolat, egy vonzó erő. Ami a két bolygót illeti, a te Vénusz bolygód a rák jegyében, az ő Vénusz bolygója az ikrek jegyében harmonizál. Megvan a közelség és a bizalom, ugyanúgy, mint jó szomszédoknál, mert ez a két jegy egymás mellett áll, tehát jó szomszédok. Én biztos vagyok abban, hogy fontos a bizalom kettőtök között, de mint ahogy írtad, ő félrelépett, és emiatt nem bízol benne. Én úgy gondolom, hogy nála nem is érzelmekről vagy szerelemről van szó, inkább arról, hogy ő szeretné magát bebizonyítani. Ő a középpontban szeretne lenni. Kell számára az elismerés, és ő élvezi azt,
ha a nők észreveszik őt. Aztán megvan ez a kíváncsiság, vagy a kommunikáció, amit az ikrek jegye mutat, ahol az ő Vénusz bolygója van, és így kialakulhat egy kapcsolat, de nincsenek érzelmek. Ha okosan kezeled a dolgokat, és felnézel rá, és kimutatod azt, milyen nagyszerű, és keresed a kapcsolatot, a beszélgetést, olyan könnyűségekkel játszadozva a levegő elemével, és én akkor biztos vagyok abban, hogy ő elfordul másoktól, mert tőled mindent megkap, amire szüksége van. Azon kívül vannak mély érzelmek, és ebben bízhatsz. Most megnézzük Mars bolygó energiáját. Mars bolygó szimbolizálja az erőnket, a bátorságunkat. Ez az energia nálunk hölgyeknél is talál. Mars bolygó szimbolizálja az erőnket, a bátorságunkat. Erre nekünk, hölgyeknek is szükségünk van, a mi horoszkópunkban is ott található Mars bolygó. Tehát utal a mi erőnkre, és ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életben. Kell is, mert ezzel védjük magunkat. Mars bolygó egy férfias energia, és utal a társunkra. A te horoszkópodban Mars bolygó az ikrek jegyében van. Ugyanúgy, mint nála Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, tehát van köztetek egy ilyen egyensúly, hasonlóság. Mars-Vénusz itt harmóniában áll egymással. Az ő horoszkópjában Mars bolygó utal az ő erejére, bátorságára, ugyanúgy, mint nálunk hölgyeknél, de mutatja az ő férfiasságát is. Nála Mars bolygó a rák jegyében van. Ez a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó. A rák jegye mutatja a visszahúzódást. Az jelentheti azt, hogy neki mindig szüksége van erre a nyugalomra, mert abból merít erőt, amit még jelent Mars bolygó a rák jegyében, és az kihat a párkapcsolatra, hogy számára nagyon fontosak a mély érzelmek és a család, egy nyugodt otthon megalapítása. Itt is van köztetek egy kapcsolat, hasonlóság, mert nála Mars bolygó a rák jegyében, nálad Vénusz bolygó a rák jegyében, itt hasonlóak vagytok, itt találkozik Mars és Vénusz, és egy hangban vagytok. Ami még érdekes, nála a felfele mozgó hold csomó, Ráhú, egy kármikus csomó, egy életterület vagy egy irány, amit ő nem ismer, viszont fontos számára, ez az irány a kos jegyében van. Itt nem ismeri ki magát. Lehet, hogy vannak félelmei egy új kezdettől, vagy ha arról van szó, hogy be kell, hogy bizonyítsa magát, vagy kell, hogy védje magát, akkor itt vannak nehézségek. A te horoszkópodban a te aszcendentusod a kos jegyében áll, és az mutatja a te fellépésedet, a te személyiségedet, és tőled ez a férfi sokat tanulhat. Te tükrözöl számára valamit, pontosan azt, amire neki szüksége van.
Ez a te bátorságod. Minden nehéz helyzetben be tudod bizonyítani magadat. Te nem futsz el a nehézségek elől. Ő igen, bizonyos helyzetekben ő visszahúzódik. Mert erre utal Mars a rák jegyében. Az is előfordulhat nála, hogy ő senkit nem akar megbántani. A rák jegyében érzelmekről van szó. A Mars bolygó pedig be akarja magát bizonyítani, és néha vannak kellemetlen helyzetek. Ilyenkor visszahúzódik, vagy nem tud nemet mondani, és megpróbálja magát mindenütt bebizonyítani, mert fontos számára az elismerés. És ilyenkor gyakran kihasználják őt, vagy elveszíti az erejét. És nincs kiút, akkor ilyen helyzetben megint visszahúzódik. A te horoszkópodban, a hetes életházban van a mérleg jegye. Nála a hold szintén a mérleg jegyében van, ugyanúgy, mint nálad. Itt érzelmekről van szó. Érzelmileg tudja ő neked azt nyújtani, amire szükséged van a párkapcsolat területén. Kedves mese, ez volt a felvétel, egy belső egyensúly, egy lelki egyensúly. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!